A megyejárás 58. állomásához érkezett szombaton. A település egyik problémája, hogy évente 150-200 fővel csökken a lakosság létszáma. A cél ennek megállítása. A másik probléma, hogy nem tudnak munkahelyeket teremteni, de különböző fejlesztésekkel próbálják vonzóbbá tenni a települést. A város 95%-os a szennyvíz bekötés, 90% fölött van a szilárd burkolatú utak aránya, azon kívül kerékpárutat építünk az idei esztendőben, az ipari parkban, az ipari park fog építeni egy iparcsarnokot. Ezek úgy gondolom, hogy mind olyan fejlesztések, amelyek a munkaerő megtartása és a munkaerő ide vonzása érdekében hatnak. Domokos László szerint a megyei gazdaságfejlesztési program munkahelyteremtő kisvállalkozásoknak a kezdeményezésére és fejlődni tudására tud csak alapozni. Mi itt a megyében most azt próbáljuk megalapozni, hogy ugye tudjuk, semmi sincs magától, hogy ez a szellemi megújulási képesség az mind a 75 településen létrejöjjön, és egyre inkább azt látom, hogy ebben megvannak a településekben is a felismerés, hogy közös munkánkkal és közös hagyományainkra építve fogunk tudni fejlődni, tovább lépni. A beszédeket követően a polgármester és a megyei elnök elhelyezte kéznyomatát a 6x6-os vándortérképen, kifejezve a megyéhez való tartozásukat.